A Gödöllővárosért kitüntetés azoknak a személyeknek adományozható, akik munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki. Példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllőváros fejlődéséhez, jó híre növeléséhez. A kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető. Az idei év egyik díjazottja Buka Enikő, a Chopin Zeneiskola igazgató helyettese. A tanárnő egy Hajdú-Bihar megyei kisfaluból, Beregböszörményből származik. A harmadik osztályos tanítónéném, Szántó Jánosné beszélt a szüleimmel, mert úgy érezte, hogy különleges tehetség vagyok, hogy jó lenne, hogyha segítenének, támogatnának engem abban, hogy a 30 kilométerrel arrébb lévő kisvárosba eljárjak zeneiskolába tanulni. Uh-huh. És ő ezt hogy vette észre egyébként? Tehát énekhang, meg tiszta hall, tehát a hallás is jó volt. Éppen most mesélte, két nappal ezelőtt hívott engem föl, ő már nyugdíjas Beregböszörményben, és nagyon-nagyon jól esett, hogy telefonált, hosszasan beszélgettünk, és éppen ezt mesélte, hogy az énekhang egy dolog, addig is hallott mások gyereket tisztán énekelni, ő is sokat énekelt velünk egyébként, de volt egy ilyen kis Melodika nevű hangszerem, anyuék vették nekik, nekem valahol, nem tudom, Nagyváradon talán, vagy nem tudom, ez egy ilyen kis billentyűs, fúvós hangszer, olyanok a billentyűi, mint a zongorának, ez a fekete-fehér felosztás, és akkor azon állítólag mindent el tudtam játszani, amit ők énekeltek, tehát jaj, kislányom akkora, és akkor mondták valamelyik népdalt, vagy magyar nótát, vagy éppen kinek mi az eszébe jutott, és akkor én meg így fújtam, és így kikeresgettem a hangokat, és állítólag nem kellett sokáig keresni, így le tudtam ezeket a kis dalokat játszani. Végül az oboe a hangszernél kötött ki. Hogyan került a kezébe ez a hangszer? Igen, nagyon jó a kérdés. Nem rögtön ezzel kezdtem, hanem fuvolistaként tanultam a Berettyóújfalui Zeneiskolában. Aztán, amikor felvételiztem a Debreceni Zeneművészeti Szakközében, akkor ott nem volt már elegendő hely a fuvolaszakon, de úgy gondolták, ott úgy ítélték meg, hogy ezért valami tehetség bujkál bennem, és lehet, hogy lehetőséget kellene kapnom, és akkor fölajánlották a lehetőséget egy pár hangszeren való tanulásra, és akkor ezek közül én az oboát választottam ki. Amikor a zene szakközépiskolába jelentkezett, akkor gondolta, hogy majd egyszer tanítani fogja ezt a hangszert? Nem nagyon gondoltam erre, megmondom őszintén, ez nem hangzik túl jól, de még a főiskolán sem éreztem különösebb elhivatottságot ez irányban. Ott voltak többen évfolyamtársaim, akik már kijártak a környező zeneiskolákban tanítani, és ők meséltek is róla, éreztem, hogy ez valami jó dolog lehet, de én magam akkor még nem éreztem különösebb elhivatottságot ebbe az irányba. Azt gondoltam persze, hogy ott nekünk más a dolgunk, akkor még ott főiskolásként. Hogyan került a zeneiskolába Gödöllőre? Ugye az elég egyértelmű volt, mivel ez a főiskola erre adott képesítést, hogy zenetanárok legyünk, és akkor, amikor Gödöllőre eljöttem, mert hallottuk, hogy itt van oboa tanári hely, egy barátnőmmel, akkori barátnőmmel jöttem elő, csellót tanított akkor, volna, akkor Pálfalvi Ferenc igazgató úr lehetőséget adott nekünk erre, vagy nekem, hogy itt kezdjem el az életemet, és akkor eltelt egy pár év, amikor még olyan nehezen döcögősen ment, de aztán kialakultak a dolgok, mert jöttek a tehetséges gyerekek, zenekarok, és akkor aztán már beindult. Enikő munkásságát 2007-ben az Oktatási Minisztérium is elismerte az Arany Katedra emlékplakettel. Több diákja részesült már az év diákja kitüntetésben. Egy részük úgy választja az oboát, hogy előtte furuljázik nálam, és akkor egy olyan kapcsolat alakul már ki közöttünk, ami ezt feltételezi, hogy még egy kicsit nehezebben tanulható hangszert is szívesen választják. Olyanok is vannak, akik úgy kerülnek oda, hogy már volt növendékeim a oboistát, hallanak koncerten, és akkor ez annyira megtetszik nekik, hogy azért választják a hangszert. Olyan is, hogy szülő javasol engem, mert úgy gondolja, hogy esetleg a gyerekének jó tanára leszek, és akkor ilyen sokféleképpen kerülnek hozzám gyerekek. Milyen eredményeket ért el a tanítványaival? Elég sok növendéken van, aki elvégezte a zeneművészeti szakközépiskolát, zeneakadémiát, és aztán ők is zenetanárokká, illetve aktív zenészekké váltak. Hát gondolom most nem kellene felsorolnom őket név szerint, de tényleg sokan
Amire igazán büszke vagyok, hogy megmaradnak ők az életemben, szinte baráti szinten is nagyon sokat találkozunk. Amikor egy tehetséges gyerek hozzám kerül, akkor azt tartom nagyon fontosnak, hogy az ő tehetségét maximálisan kibontakoztassam, és ebből segítségére legyek. Azt is nagyon fontosnak tartottam mindig, hogy olyan gyereket ne engedjek pályára, akiről nem gondolom azt 100%-ig, hogy valóban odavaló minden szempontból. Előfordul egyébként a tanári pályán, hogy éppen egy tanár a presztízs miatt esetleg olyan gyereket is szívesen elvisz ebbe az irányba, pedig lehet azért ezt érezni, hogy tényleg kik azok, akik igazán odavalók. Gyerekekkel készülnek-e most versenyre? Április 18-án Székesfehérvárra megyünk. A zeneiskolának két kamara csoportja jutott tovább az országos döntőbe. Az egyik csoportnak én vagyok a felkészítője, az egyik növendékem játszik benne, ez egy kis trió, oboa, fagott zongora formáció, és az együttes, a férjem készít föl egy Dixieland együttest, és ők a másik csapat. De most vagyunk túl egy nagy versenyen, 3 évente kerül megrendezésre. Az országos zeneiskola jobb a verseny, és decemberben voltunk a Csopronban, és ott nagyon szép eredménnyel jöttünk haza. Miért tartja fontosnak, hogy esetleg egy kisgyermek már kora gyermekkorától kezdve a zenével foglalkozzon? Ezt már jóval előttünk Kodály Zoltán nagyon szépen megfogalmazta, vagy Kodály országában, ezt azt hiszem most helyén való lehet, hogy erről beszélek. Ő úgy hívta ezt, hogy a zenetanulás transfer hatása nagyon-nagyon fontos szerepet kap. Ez azt jelenti, nagyon egyszerű egyébként, hogyha valaki zenét tanul, akkor az összes többi területen, a tanulásban, a matematika tanulásban, az olvasási készségben is mindenütt ez nagyon-nagyon pozitív hatással van az ő előmenetelére. 26 éve tanít Gödöllőn a zeneiskolában. A gyermekek, fiatalok oktatása mellett több zenekarban játszik, kórusban énekel. Nagyon szeretek együttesekben énekelni, játszani, úgyhogy most 3 féle formáció is van, sőt, ha a szimfonikus, gödöllői szimfonikus zenekarba veszük, ahol szintén szívesen játszok, már egy picit kevesebb időm van, akkor 4 féle is. Furuljázok egy Gödöllő Konzort nevű együttesben, ez egy 4 tagú együttes, már elég régóta működik. Korhű ruhákban reneszánsz barokk zenét játszunk. A Castello Fuvasötös egy régi-régi együttesünk, amiben most újra életet leheltünk, mert lesz egy közös programunk a Gödöllő Táncszínházzal. És arra készülünk, most nagy erőkkel ott oboán játszom, és van egy 2 éve működő énekegyüttes, ami újdonság az életemben, amit szintén nagyon szeretek, a Cantus Ludus együttes. A zenében melyik stílust kedveli leginkább? Nagyon jó kérdés, nincs olyan, ami közelebb állna a szívemhez, mint a másik. Éppen ezt szeretem, hogy nagyon sokféle stílusban játszunk. Ezért tetszik egyébként a városnak ez a kezdeményezése, hogy most már 3 éve ilyen tematikus év keretében próbáljuk a programokat, illetve a kulturális csoportokat összeegyeztetni. És ez nekünk is nagyon érdekes, hogy bizonyos témához keressük mindig az aktuális zeneszerzőket, zeneműveket. Milyen tapasztalatai vannak, hogy a komoly zenére mennyire van igény manapság? Elég nehéz eljuttatni a komoly zenét a közönséghez, de hát persze mindent megteszünk, és próbáljuk könnyeddé tenni bizonyos helyzetekben. Ez a Cantus Ludus ének együttes is egy kicsit ebbe az irányba indult el, éppen azért, hogy egy olyan közönség tábort gyűjtsünk magunk köré, akik aztán majd akkor is szívesen eljönnek, amikor egy kicsit komolyabbra vesszük a dolgot. A tanítványok, a zenekarok mellett ugye igazgatóhelyettes is még. Milyen feladatokkal jár ez? Az igazgatóhelyettesi feladat nagyon nagy részben adminisztrációs feladat, amikor ott ülök a naponta az irodában 8-9 órát. Ez így önmagában nem is lenne olyan különösen nehéz dolog. Azt egy kicsit nehéz összeegyeztetni, hogy egyszerre átfedésben ezen kívül még mennyi minden van. Erre a mostani hétvégét szívesen elmesélem, mert hogy majdnem mindegyik ilyen és az egész hetünk. Hogy itt volt például most a Gödöllő testvérvárosának zenekar, a Brandiznad Lábemből egy vonós zenekar, akik szombaton este a mi ifjúsági vonós zenekarunkkal a Királyi Kastély lovardájában egy fantasztikus koncertet adtak,
és nyilván ezt meg kellett szerveznünk, és mivel egész hétvégén itt voltak, ezért őket az igazgató úrral hoztuk, vittük, mutattuk a város nevezetességeit, és egyáltalán mindeközben szombaton délután a szecessziós év sajtótájékoztatóján a Kantus Lodosszal gyorsan felléptünk, amíg a csehek főpróbát tartottak, és közben uzsonáztatták őket a kollégáim, amit persze meg kellett szervezni. A növendékeim játszottak persze ezen a koncerten este, akikkel szintén ott, jaj, de Enikő néni, ez a nád jó lesz, vagy az, vagy az. És akkor, amikor ők elmentek délelőtt, vasárnap délelőtt, akkor még az ajándékokat gyorsan csoportosítottuk, amit tőlük, hogy biztos mindenkinek jusson. És akkor hazamentem, és visszajöttem aztán a zeneiskolába a Fúvós 5-ös próbára, még este 9-ig, mert az meg már egy következő program, ami április 5-én lesz a Táncszínházzal. Szóval ilyen érdekes összeegyeztetni az adminisztrációs munka egy dolog, ami napközben ott az irodában zajlik, de azon kívül még rengeteg minden, ami a város életével kapcsolatos benne van az életemben. És nagyon-nagyon örülök, hogy Gödöllőn élhetek. Szerencsésnek érzem magam, hogy ennyit tehetek, és remélem még sokat fogok. Buka Enikő zenepedagógus a nyáron sem pihen, hiszen idén is megrendezik június végén a zenei és társművészeti tábort, melynek már több éves hagyománya van. Thank you.